Nézzük meg néhány hírt ezúttal 2018 10. hó 12-e körülről. Ez például egy tegnapi hír az Origóról. A Fidesz ezt mondja, Brüsszel a migránsok szervezett beutaztatását akarja bevezetni. Arról beszél a Fidesz, hogy ennek az lenne az értelme, hogy ezáltal ki tudják kerülni a határellenőrzést és azt, hogy az ország meg tudja szűrni, hogy milyen fajta emberek kerülnek be. Azoknak, akik értik, hogy mire is megy ki a játék, azok természetesen látják az összefüggéseket ebben is, illetve hogy hogyan kapcsolódik ez a döntés az összes többihez, amit megtárgyaltunk már korábban ezen a csatornán. De akik nem értik, vagy esetleg felszeretnék frissíteni a memóriájukat, azoknak elmondom, hogy a cél az természetesen az, hogy a kultúrák összekeveredjenek, illetve az infrastruktúra különböző elemei összeomoljanak szépen lassan. Valószínűleg ez lejárt lemez már a legtöbb ember számára, aki ezeket a videókat nézi, de azért mégis elmondom, hogy mi is a lényege a bevándorlási hullám segítésének, illetve a migránsok behozatalának. Előbb azonban nézzük meg, hogy miről is van szó. Itt arról írnak, hogy humanitárius célú vízumok bevezetését kezdeményezték. Érdekes egyébként, hogy ez az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága. Ha már itt tartunk, hagy említsek meg gyorsan valamit. Ez, amit láthatok a képen, ez Doublespeak, Matthew Feldman és Paul Jackson könyve. Én nem olvastam a könyvet, de nem is ez a lényeg. Doublespeak jelentése magyarul nagyjából annyi, hogy kettős beszéd. De én egyszerűen csak úgy fogalmaznék, hogy politika. Ez a kifejezés egyébként George Orwell-től származik, ami az 1984 című művében jelent meg, és nagyjából azt tartalmazza, amit láthattok ezen a borítón. A háború béke, a szabadság szolgaság és a tudatlanság erő. Azért szerettem volna ezt megmutatni mindenkinek, hogy értsék meg azt, hogy a politika és a diplomácia nem más, mint doublespeak vagy kettős beszéd. Mindjárt megnézzük a definícióját, de elmondom röviden, van egy jelentése a mondani valónak a felszínen, és van egy jelentése a mondani valónak a háttérben. Politika és diplomácia nem más, mint hazugság. Hogy miköze van ennek az Origo cikkéhez, mindenki megértheti most már. Belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottság. A lényeg az, hogy ezen intézményeknek semmi közük nincsen ahhoz, hogy az állampolgárok jogait vagy akár az igazságot szolgálják. És ez látszik a cselekedeteikből, illetve az bizonyítja, ahogyan viselkednek és amilyen döntéseket hoznak. Ez tulajdonképpen klasszikus Orwelli kettős beszéd vagy doublespeak. És pontosan ez történt az 1984 című műben, és aki azt gondolja, hogy Orwell valamiféle látnok volt vagy géniusz, az nem érti a lényeget. Orwell része volt annak a propagandának, amit ma úgy hívunk, hogy tudomány, politika, szórakoztatóipar, vallás vagy oktatás. Azért látta előre a dolgokat, mert ezek a dolgok már akkor meg voltak tervezve, szervezve, és azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, pontosan tudták, hogy ez be fog következni. Kettős beszéd egyébként a Wikipédia szerint olyan nyelvezet, amely szándékosan elrejti a mondani való eredeti jelentését, elfedi, eltakarja, eltorzítja, vagy pedig megfordítja a szavak jelentését. Ezzel mindenki találkozik nap mint nap. Például kirúgni az embereket, az egyszerűen csak leépítés. Vagy porigbombázni egy országot, az felszabadítás. A lényege ennek az, hogy az igazságot ilyen vagy olyan módon eltorzítsa az, aki beszél. Egy másik formája ennek, amit szintén nap mint nap hallhatunk,
az kétértelmű szavak használata, illetve kétértelmű fogalmazás. Még Wikipédia is megjegyzi, hogy a kettős beszéd vagy doublespeak napjainkban a politika világában jelenik meg legegyértelműbben. Orwell egyébként más kifejezésekkel is előállt, az egyik ilyen a double think vagy kettős gondolkodás, ami a double speak vagy kettős beszédnek a testvére, illetve a news speak, amely gyakorlatilag a hírek nyelvezete lenne. Mellesleg Orwellnek létezik egy esszéje, melyet politika, illetve az angol nyelv címmel adott ki. Ebben megvitatja azt, hogy a politika hogyan torzítja el a nyelvezetet annak érdekében, hogy a saját céljait elérje és szolgálja. Még annyit hozzátennék, hogy Edward S. Herman Beyond Hypocrisy című könyvében, amely annyit jelent röviden, hogy a képmutatáson túl, így jellemzi a kettős beszédet vagy a double speak-et. A kettős beszéd világában a legfontosabb a hazugság képessége, akár tudatosan, vagy tudatalatt. És sőt, itt hozzátenném azt, hogy meggyőződésem, hogy a politikusok egy jelentős része sokszor tudat alatt hazudik. Egyszerűen csak ez van az elméjükben, így vannak programozva. És ezzel aztán bizonyos célok elérése, anélkül, hogy észrevenni az, akihez beszélünk. Ez már Herman gondolata. A másik nagyon fontos képesség szerinte az, hogy úgy használjuk a hazugságot, és úgy válasszuk és alakítsuk meg az információt, illetve az adatokat, hogy kizárjuk azokból azokat, amelyek nem a mi céljainknak kedveznek, illetve nem a mi ügyünket szolgálják. Szóval most már láthatja mindenki néhány perc kutatás után, hogy az, amiről én beszélek itt, az nem összeesküvés elmélet, hanem ez a valóság. A politika hazugság, az oktatás, propaganda, a hírek pedig egy álomvilágot ábrázol. Ezeknek a vízumoknak semmi köze nincs humanitárius célukhoz. Ha ezek az emberek humanitárius célokat szolgálnának, akkor nem bombáznák az országokat, akkor nem lopnának el minden fillért, meg bármi mást, ami nincs az asztalhoz szegezve. Nem hazudnának reggeltől estig, és vezetnének félre országokat. Ez mellesleg ez a döntés azt jelenteni, hogy a migránsok gyakorlatilag automatikusan beutazási vízumot kapnának az EU külképviseletein, hogy mi hamarabb és minél könnyebben beutazhassanak az Európai Unióba. És itt kezdhessék el bevándorlási kérelmük intézését. Gyakorlatilag még az eddigieknél is jóval könnyebben és szervezettebben tudnának bejutni az EU-ba a migránsok. Cél az, hogy minél több bevándorlót behozni az országokba, illetve az EU-ba, és minél gyorsabban megtenni ezt. A cél a legális migráció bővítése. Érdekes, hogy az Európai Bizottság közelmúltban közzétett legújabb javaslata ez, amiről itt szó van. Ez állandó áttelepítési programot, legális migrációs útvonalakat, határmenedzsmentet és menekült kérelmek gyorsabb elbírálását sürgeti. Szerintem nagyszerűen összefoglalják a helyzetet, a mostani törekvések arra irányulnak, hogy aki csak gondol egyet és Európába akar jönni, ezt automatikusan meg is tehesse. Ugyanezen a napon mellesleg 2018.11-én arról jön az Origo, hogy megalakult a Fidesz bevándorlás ellenes kabinetje. Aki figyeli a politikát, különösen a nemzetközi, illetve az EU-s ügyeket, az láthatja, hogy Magyarország szépen lassan szembe helyezkedik az EU-val. Hogy mi ennek az oka, vagy mire megy ki a játék, azt én pontosan nem tudom, de úgy gondolom, hogy azzal van összefüggésben, hogy Magyarország a két világnak a határán helyezkedik el. Úgy értve a két világ határán, mint Nyugat-Európa, illetve az Európai Unió és Kelet-Európa, illetve Oroszország. Valahogyan ezzel lehet összefüggésben a jelenlegi helyzete Magyarországnak, illetve az, ahogyan a politika alakul. Hogy mit hoz a jövő, azt nem tudom, de végül is izgulni fölösleges, ugyanis mindenhol nagyjából hasonló lesz a helyzet. Szerintem valamivel jobb kimaradni az EU-ból, mint benne maradni, úgy értve, hogy majd, ahogyan az események alakulni fognak. Ebbe azonban nekünk nem igazán van beleszólásunk. Hogy szándékosan csinálja-e az ország ezt, vagy ez csak valamiféle természetes reakció, illetve ezek a politikusok itt Magyarországon így gondolkodnak, azt nem tudom, de valószínűleg valahol a kettő között lehet az igazság. Így vannak programozva, így vannak manipulálva, ugyanakkor valahogy így is gondolkodhatnak, szóval így alakulnak ki ezek a különböző frakciók a nemzetközi politikában. Egy dolgot leszögezhetünk, az pedig az, hogy ők nem a mi érdekeinket szolgálják, soha nem is szolgálták és soha nem is fogják. Amit ők akarnak, az népszerűség, illetve hatalom.
Úgy értem, a politikusok is meg fognak tenni bármit annak érdekében, hogy ezt elérjék és megtartsák. Azt fogják mondani, amit az emberek hallani akarnak. Ez a kettős beszéd. Én nem hibáztatom a bevándorlókat, természetes az, hogy mindenki a legjobbat akarja magának, illetve a családjának. A probléma az, amit ez okoz majd azokban az országokban, ahová megindul ez a hullám. Az Index is beszámol ugyanerről a hírről, a bevándorlás ellenes kabinetről. Ha jól értelmezem, akkor az Index ez valamiféle baloldali média csoportba tartozhat. Itt felsorolja azt, hogy milyen döntéseket, illetve intézkedéseket hozott eddig a Fidesz annak érdekében, hogy megállítsa a bevándorlást. És ha már a színháznál tartunk, a hazugságnál és a kettős beszédnél, akkor hozzátenném azt, amit szintén Origó tesz közzé érdekességképp. A Jobbik soros embere nagy interjúban dicsérte a bevándorlás párti milliárdost. Én a kezdetektől fogva ezt mondom itt ezen a csatornán, és ezt mondtam mindenkinek az életben is. Először és utoljára akkor szavaztam, amikor 18 éves voltam, ugyanis egyértelmű volt, hogy ezek az emberek hazudnak, és őket egyáltalán nem érdekli az, hogy mi történik a választókkal, és nekünk semmiféle beleszólásunk nincs ennek az alakulásába. Ez teljesen egyértelmű volt, még azzal az ostoba, primitív gondolkodásmóddal, amivel akkor rendelkeztem is. Ez a cikk pedig tökéletesen alátámasztja ezt az álláspontot. A Jobbik, akit ugye itt egykori radikális pártként említenek, ugye a médiája bravúros oknyomozói munkával kiderítette, hogy Teplán István másfél évtizedig személyes kapcsolatban volt Sorossal. Ez a Teplán István gondolom valamiféle bohóc ebben az egész színjátékban. Ő így beszél, nagyon nagyra tartom azt, amit Soros az oktatásért és a kultúráért tett. Mindjárt meg fogjuk nézni, hogy mi is az, amit tesz egyébként ő a kultúráját, illetve hogyan alakul a kultúra és az oktatás helyzete. Szóval hogy lehetséges az, hogy egy radikális párt, aki a magyarokat helyezi előtérbe, így gondolkodik Sorosról, aki megtesz mindent, amit csak tud, hogy lerombolja azt, amit ezek az emberek olyan nagyra tartanak. Még ezek a primitívek az Origónál is megértik, hogy ez egy öngól. Ebből a cikkből kiderül, hogy Soros Györgynek befolyása lehetett a párt politikájába, hiszen hozzá köthető emberek kerültek a párt vezetés közelébe. Erről beszélek 2,5 éve, de ez az, ami világos 20 éve számomra. A pártok nem más, mint egy azon gondolkodás, illetve cél, különböző ágazatai annak érdekében, hogy az emberek azt gondolják, hogy van választási lehetőségük, illetve az, hogy beleszólásuk van az életük irányításába és alakulásába. Azt írták, hogy a párt, a Jobbik ott tart, hogy a Soros-féle Közép-Európai Egyetem rektor helyettese Gyöngyösi Mártonnal közösen szervez brüsszeli konferenciát. Engem nem érdekel igazából, hogy mit csinálnak. Én csak szeretnék rávilágítani arra a tényre, hogy ez az a dolog, ami teljesen egyértelmű mindenki számára, akinek fél agya van. Politika nem más, mint egy színház, egy színjáték, és ezek az emberek színészek. Hogy szándékosan? Én nem mondom azt. Nem is kell, hogy szándékosan ezt csinálják. Így vannak kiképezve. Az oktatási rendszer azokat részesíti előnyben, akik meg tudják tanulni azt, amit ott előadnak, és aztán azt vissza tudják mondani. Ezek az emberek aztán később feljebb és feljebb kerülnek a társadalomban, hiszen jobban értékelik őket a rendszerben, és ezért egyszerűbben haladnak előre. Elérték azt, hogy a társadalom úgy működik, hogy az, aki mások véleményét hatékonyabban meg tudja tanulni, és aztán visszaadni, magasabb pozícióba kerül. Sőt, a szülők versenyeznek azért, hogy a gyermekeiket ilyen módon programozzák. És én nem mondom azt, hogy minden értelmetlen, ami az oktatásban történik, csak azt mondom, hogy a nagy része fölösleges. A rendszer úgy alakította ki az oktatást, hogy őt szolgálja. Ehhez igazából nem kell géniusznak lenni, hogy ezt kitaláljuk. Szóval akkor, mikor valaki rácsodálkozik, hogy Orbán, meg a Jobbik képviselői, meg mindenki ugyanazt a követ fújja tulajdonképpen, csak más irányból segítik az ügyet előre, akkor az azért van, mert az az ember nem érti, hogy hogyan működik a világ. Az a világ, amelyben ő benne él. Nincs is ezzel probléma igazából, a világot nem lehet megváltoztatni, vagy megmenteni, de nem is kell. A cél nem az, hogy megváltsuk vagy megmentsük a világot. Cél az, hogy minél több embert felébresszünk, hogy lehetőséget adjunk nekik, hogy eldöntsék, hogy melyik úton szeretnének járni. Ezen az úton, amelynek nincsen pozitív eredménye az ő számukra, és a vége az problematikus lesz, vagy megtalálják azt a keskeny utat, ami a szűk kapuhoz vezet, amely az élethez visz.
Borzasztó naív az elképzelés, szerintem, hogy történik egy rendszerváltás, és utána létrejön X párt, és azok természetes folyamat eredményei úgy, hogy előtte évtizedekig elnyomásban, meg diktatúrában éltünk, és azután egyszer csak puff, felszabadulunk, létrejön egy rakás párt, és aztán eldöntjük, hogy mi az, amerre a mi életünk haladni fog. Ezeket az embereket kiképezték, már akkor kijelölték az útvonalakat, meghatározták, végül is mind ugyanoda vezet, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy nagyszerűen együttműködnek a különböző vonalak. Annak ellenére, hogy szerintem a legtöbb ember nem is tud erről az együttműködésről, csak egyszerűen hajszolja a pénzt, a hatalmat és mindazt, ami együtt jár az ő pozíciójával, illetve azzal, hogy egyre följebb és följebb kerül ezen a létrán. Szóval kijelölték ezeket már akkor okosan azok, akik irányították és uralták a világot, és ma is teszik ezt. Semmiféle ellentét nem volt a Szovjetunió, vagy az Amerikai Egyesült Államok, vagy az összes többi ország között, amiről mi azt gondoljuk, hogy mekkora háborúságok folynak. Ez egy hatalmas manipuláció és egy nemzetközi sakkjátszma, amit láthatunk a szemünk előtt zajlani. Mellesleg, ha már a fogalmaknál tartunk, ezt úgy hívják, hogy geopolitika. A földrajz hatása a politikára, illetve a nemzetközi kapcsolatokra. Én megfordítanám a sorrendet, és úgy fogalmaznék, hogy a nemzetközi kapcsolatok és a politika hatása a földrajzra. Az, ahogyan az országokat, illetve a különböző közigazgatási egységeket mozgatják azok, akik uralják és irányítják ezt a világot. Minden országnak, minden városnak, régiónak, földrésznek, politikai szerveződésnek megvan a maga szerepe ebben a folyamatban. A tudatlan szemlélő számára ez organikusnak vagy természetesnek tűnhet, azonban azok, akik ismerik ezt a rendszert, tudják, hogy ez egy irányított folyamat. Intelligens emberek kitalálják a célt, létrehoznak szervezeteket, akik aztán kiképezik azokat, akik végre fogják hajtani ezt a tervet. Mindenkinek nem kell tudnia ezt, és mindenkinek nem kell benne lennie. Ugyanúgy, ahogy a birka nem tudja, hogy mi történik a farmon. De az sem, aki nyírja a birkát, vagy aki szállítja a birka szőrét. Az sem, aki készíti ebből a ruhát. Vagy aki feji a tehenet, vagy betöri a lovat. Az, aki tudja, hogy mi a helyzet a farmon, az, akié a farm, illetve akiket megbíz annak vezetésével. De föntről lefelé egyre csökken az információ mértéke. Így működik a világ. Erre a manipulációra, vagy geopolitikai manőverezésre nagyszerű példa az Index cikke. Az a dolgunk, hogy barátokat gyűjtsünk, ne ellenségeket, mondta Orbán Viktor a török elnök budapesti látogatásáról. Természetesen egyetértek ezzel, egy ország vezetőjének arra kellene törekednie, hogy minél több pozitív kapcsolatot alakítson ki a környező országokkal, vagy bármely országgal. Azonban az érdekes, hogy mi azzal az országgal akarunk barátságot kötni, amelyikkel Oroszország vagy Irán, amely egyértelműen szembe helyezkedik alapvető elvekkel, amelyeket az Európai Unió képvisel. Sőt, ha már geopolitikai manőverezésről van szó, Törökországban egyébként 4 millió migráns van, akik csak azért nem indulnak el Magyarország, illetve az EU felé, mert a törökök nem engedik. Sőt, azt mondta Orbán Viktor a Soros-féle hálózatról, ugye arról, ahogyan Soros működteti ezt az egész bevándorlás párti politikát, hogy 3 telefonnal el lehet intézni bármit, és ez a működés szerinte a titkos szolgálatokra jellemző, a nemzetállamok máshogyan működnek. Ezért mondom azt, hogy ez az egész egy színjáték. A vezetők játsszák a szerepüket, és a háttérből befolyásos, intelligens emberek mozgatják őket. Sőt, azt mondja Orbán, hogy elemi érdekünk, hogy Törökországnak erős vezetője legyen, nem foglalkozunk mások politikai berendezkedésével. Az Egyesült Államok hozta be ezt a viselkedést, hogy kioktasson másokat demokráciából. Nem is akarom húzni tovább az időt, csak azt szerettem volna megmutatni, hogy a világ sokkal összetettebb annál, mint ahogy a legtöbb ember azt gondolja. Az igazi döntésekről mi nem tudunk, legalábbis a legtöbb ember nem, viszont ki tudjuk következtetni azt, hiszen látjuk azoknak az eredményét. Kettős beszéd csak azért működik, mert az embereknek nincsen idejük és tudatlanok. A legtöbb ember azt figyeli, amit lát vagy amit hall, és nem tudja összerakni az eredményekből a valóságot, mert nem képes levonni a konklúziót vagy a következtetést. Mert az az oktatási rendszer, amelyben ő felnőtt, nem ezt támogatja. Az az oktatási rendszer azt támogatja, hogy megtanuljuk mások véleményét, és aztán azt visszamondjuk hibátlanul. Szerencsére azonban vannak emberek, akik felfogták ezt, és úgy gondolom, hogy egyre többen lesznek. Amit én mondok, az nem az, hogy próbáljuk megdönteni a rendszert, vagy harcoljunk, vagy tüntessünk, vagy romboljunk, vagy háborúzzunk, vagy bármi ilyesmi, vagy utáljunk embereket.
Amit én szeretnék, az az, hogy ismerjük fel, hogy a világ egy színház, és az, amit mi a valóságról tudunk, vagy tudtunk, az nem az, ami a valóság. És amikor ez megvan, akkor mindenki meg tudja hozni a döntést, hogy ő hajlandó-e játszani ezt a szerepet tovább ebben a színházban, vagy pedig megpróbál kilépni ebből. Aztán majd az idő eldöntő, hogy ki az, akinek igaza van. Ez volt az Új Világrend hírek 2018. 10. hó 12-én. Mindenkinek a legjobbakat! Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!